hadd meséljek a családomról. Hey, here we go now, it's bedtime again. Let's take a look and see what's happening. Roller coaster ride, no surprise. It's life with Louie, Louie, Louie. Life with Louie, Louie, Louie. It's life with likable, lovable, completely huggable. It's life with Louie. Louie élete. Mr. Anderson nótája. Mindenkinek volt valami kedvence a suliban. Az enyém az ebédidő. Bár a menzás kaja nem volt túl jó, és az ebédlőnek is olyan szaga volt, mint a tornateremnek, de jó volt a társaság. Szia, Louie! Ám a társaság egy nap megváltozott. Ki ez a magányos farkas? Új srác, most jött ide. A neve... Sean. És nem H-val írja. Szia, Sean! Hé! Ginny mit csinál? Hát nem is ismeri a fickót! Dehogy nem, matekorán találkoztak. Mellette ült. Biztos nem tehetett más, csak ott volt hely. Louie, Todler, Grünwald, bemutatom a barátomat, Sean-t. Szia, Sean! Örvendek. Nem zavar, ha velünk eszik? Nem zavar, de amit látod, itt nincs elég hely. Ez igaz. Louie minden fogás után arrébb ül. Semmi baj, ez megfelel. Na figyeljétek! A következő az lesz, hogy a kajánkat fogja elkérni tőlünk. Tudjátok, ismerem a fajtáját. Van egy kis sütim, kér valaki belőle. Erre céloztál, Louie? Hé, Ginny! Segíthete? Viszem a táskát. Kösz, Louie, kedves vagy, de Sean már felajánlotta. Sean? De azért még átjössz, ugye? Ma tanítalak meg biciklizni, emlékszel? Jó lenne, Louie, de... Kész vagy, Ginny? Viszlát holnap? Tök mindegy. Kapaszkodj! Hé! Óvatosan! Lassabban! Nem hittem a szememnek. Ginny ezer éve a barátom volt. Ha ez a kölyök azt hiszi, hogy eljöhet a szülővárosomba és ellophatja a szerelmemet, akkor nagyon téved. A bringázással akarta lekenyerezni az idióta. Óvatosan, hé! Nem voltam hajlandó harc nélkül lemondani róla. Szükségem volt valamire, és akkor a sors segített. Valentina! Remek! Ha ez nem győzi meg, akkor semmi. Ginny, csak azt szeretném mondani, hogy... Hé, Ginny, nézd! Légy a Valentin napi párom! Szeretettel, Sean! Ez biztosan megteszi! Ilyen Valentin napi ajándékot még soha nem kaptam! Sean olyan jó fej, ugye? Aha, igen, nagyon aranyos. Légy a Valentin napi párom. Michael, nagyon kedves vagy. Igen, tudom. Mennem kell, elkések a próbáról. Rendben, majd találkozunk. Sean, várj! Boldog Valentin napot, Ginny. Tessék, anyu, boldog Valentin napot. Ó, Louie, nem kellett volna. Felesleges annyira felfújni. Rossz napod van. Anya, apa hogy vett rá, hogy szeresd? Louie, arra senkit nem lehet rávenni. Az ilyesmi magától jön. De köztetek hogy történt? Forró júliusi este volt Chicagóban. Nemrég költöztem oda. Ez kész van. Most mit akartok csinálni? Akar valaki römízni? Nekünk annál sokkal jobb ötletünk van. Biztos nem akartok inkább kártyázni. Süthetnénk is valamit. Ó, és akkor meghallottam. Az volt a legromantikusabb dallam, amit életemben hallottam. Apa, ugye? Ki? Ja, az apád. Hát, ő is ott volt. Nézd, milyen helyes! Annyira jó képű! Köszönöm! És most következik az az együttes, amely most jött meg az európai turnéról. Nagy tapsot kérek az Army Mennek! Micsoda? Ez valami tréfa? Ez nevetséges! Ilyen nincs! Menjünk innen! Ó, köszönjük szépen a nagyon kedves fogadtatást! Jó, vágjunk bele! Hopp, nem cseréltem ki a régi nádamat. Hé, vigyázzon! Ó, elnézést! És akkor már tudtam, hogy ő az a férfi, akihez hozzá fogok menni. Ezt az első sorban álló hölgynek ajánlom, ennek a csillogó szeműnek. Hadd szóljon!
És 6 hónappal később, február 27-én összeházasodtunk. Nagyszerű történet volt, mama, de tudod rajtam ez hányféleképpen segít? 1, 2, 3, 0. Ezzel nem sokra mentem. Hé, fiam, nézem! Apa, hogy veted rá anyát, hogy hozzád menjen? Te meg miről beszélsz? Csak nézz az arcomra. Szerinted sokat kellett győzködnöm, he? Szóval, azt kérdezed, hogyan találkoztam anyáddal? Éle, Lui, éle. Üljek le. Nem lehetne a rövidebb verziót? Szent Louis, a 40-es években. Anya Chicagót mondott. Minden nagyváros egyforma. Viharos téli éjszaka volt. Anya szerint nyár. Ki mesél kinek? Aznap este ért véget a hatalmas sikerű amerikai turnénk. Éppen be akartuk fejezni a koncertet, amikor... Ezt annak a kedves hölgynek játszok, aki most jött be. Szabad egy táncot? Örömmel. Egy pillanat, na és a... Tényleg nekem ajánlottad azt a számot? Eltaláltad, babarcu. Táncolunk. Örömmel. Apa. Hol tartottam? Mindegy. 6 hónappal később összeházasodtunk. Sose felejtem el azt a napot. Február 28-án. Anya 27-et mondott. Mit értő hozzá? Ott se volt. Zene, Lui. Én mondom a nő szívéhez, a zene a kulcs. Apa végre hasznos tanácsot adott. Egyszer mindent el kell kezdeni. Jelentkeztem a zenekarba. Tudtam, hogy csak napok kérdése, hogy Jimmy felfigyeljen a tehetségemre és az enyém legyen. Emberek, mi ez a macska zene? A fülem! Vérzik a fülem, ha ezt hallgatom! Értitek? Ti, a 3 trombitás, most csak ti! Milyen voltam? Ezt az iszonyú, fürrepesztő zajt csak ahhoz tudnám hasonlítani, mintha mondjuk egyszerre 1 millió osztályban, 1 millió táblán, 1 millió krétát csikorgatnának. Köszönöm. Szólózhatok? Lehet, hogy a trombita, nos, lehet, hogy nem neked való, Lui. Ebédidőben keresd meg. Ebédidőben az a kedvencem. Klarinét. Hát, ha te leszel majd az új Benny Goodman, szólaltasd meg! Pozán! A fúvó szekció lelke, talán te leszel az új Glenn Miller! Hadd szóljon! Anderson, 3 körfutás! Tehetségtelen vagyok, Mr. Moreni. Nem. Minden gyermekben rejtőzik muzikalitás, csak meg kell találnunk a megfelelő hangszert, ami kihozza. Ha, megvan. Legyen a tuba. A melódia tengerének hatalmas vezérhajója. A vezérhajó összetörte a lába múlját. Elbírod, nekem ennyi is elég. És most vidd haza a tubát, és gyakorolj! Pont ez hiányzott, egy újabb te. Hé, Ginny, nem jössz át a próbára? Ó, Sean! De! Mi van, tubás? Nem fész be az ajtón? Ezen túl járhatok gyalog. Na csak, hát megjött az én kis muzsikusom, he? A te kis muzsikusod most lefekszik. Nem felejtettél el valamit? Gyakorolnod kell. Nem támaszkodhatsz egész életedben a tőlem örökölt génekre, rendben? És
és két, és egy, két, há, négy. De hát mi a probléma? Hát nem hallom a tubát. De hát én igyekszem. Ugyan, Louis, csak fújni kell. De hát fújom. Folytasd, majd belejössz. Egész jól szól, tubás kölyök. Ideje gyakorolni, fiam! Hé, srácok, várjatok! Louis is ott volt, hallotta? Hol voltam? Te is hallottad a próbán Sean szólóját? Remek volt! Ugye, Louis? Az egészet rögtönözte, elképesztő zseniális. Nagyon tehetséges, nem, Louis? Sean, persze, tehetséges. Kolosszális tehetség. Egy, és két, és fújd! Ha végeztél, van egy pótkerék a kocsiban. Azt gondolsz, amit akarsz, akkor is február 27-én házasodtunk össze. 28-án! Úgy emlékszem rá, mint a tegnap lett volna. Tegnap milyen nap volt? Vasárnap. Tévedsz, tegnap hétfő volt. Jó, rendben, akkor úgy emlékszem, mint a tegnap előtt lett volna. Az anyakönyvi kivonaton miért van február 27-e? Mert az anyakönyvvezető elírta. 28-a volt és kész. Nem mondd, hogy nem tudom, mikor házasodtunk össze. Én nem felejtem el, pontosabb vagyok, mint a kalendárium. Andy, kérj bocsánatot! Ó, nos, ezt nevezem én zenének. Köszönöm, apa. Igen, 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 nagyon szép. Olyan, mint az agyamban táncoló angyalok kórusa. Ne felejtjétek, péntek este koncert. Louis, egy kis beszédem van veled. Mi az, Mr. Morini? Tudod, Louis, hihetetlenül büszke vagyok rád, és ezért szeretném ezt rád bízni. Ez mi? A tuba szólót péntek estére. Szóló! Hát ez fantasztikus. Na de álljon meg a menet. Ez csak egyetlen egy hang. De csak te játszod, és kedves barátom, éppen ettől szóló. Azt szeretném, ha a naplementét idéznéd meg, Louis. Egy hang, ez a világtörténelem legrövidebb naplementéje. Remek. Mintha nem látnám eleget a szomszédomat. Nem is tudtam rólad, hogy ekkora zenekedvelő vagy. Te viccelsz, Jensen, a véremben van a zene. Jó lenne, ha ott is tartanád. Hallottalak énekelni a zuhany alatt. Izgulsz, Louis? Igen. Izgulok, hogy nem bírom ki ébren a szólóm még. Én nagyon. Itt az egész család. Alig várják, hogy hallják Sean szólóját. Nagy élményben lesz részük, nem gondolod? Attenzione! Foglaljatok helyet! Ginnynek egy valamiben igaza volt. Tényleg nagy élmény vált rájuk. De az nem a szaxofon szóló volt a második műsor szám közepén. Ott van! Szia, Louis! Végül is, ismerjük be, rögtönözni nem nagyon döngősség. Az ember játék közben találja ki. Louis, what's your house?
vissza, ráadást kérek, Louis! Ez az én fiam, a neve Részfúvos Anderson! Ez a kölyök zseniális! Itt van Mr. Louis Armstrong! Szállj be, kölyök, hazaviszünk! Louis, nagyon szépen játszottál. Igen, mindenki a te szólódról beszélt. Menjetek csak, én gyalog megyek. Biztos, Louis. Hagyd békén, szívem. Tudom, milyenek a művészek. Szükségük van egy kis szabadságra. Hazafelé fontos döntést hoztam. A zenész karrierem túl sok fájdalmat okozott a világnak. Ideje volt befejezni. Megfogadtam, hogy többé nem tubázom. Kijöhetek már, Andy? Még egy kis türelme, drága? Mi van itt, apa? Hát ünnepelünk, Louis! Ma 19 éve történt, hogy rábeszéltem anyádat, hogy jöjjön hozzám. De apa, még csak 27-e van. Azt mondtad, az évforduló 28-án van. Nem, Louis! Anyádnak igaza volt, 27-én van. Akarod tudni, hogy lehet egy nő szívét elnyerni? Azzal, hogy elismered, hogy tévedtél, akkor is, ha nem. És ha tényleg tévedtél? Sutba dobod a büszkeségedet, térdre borulsz, és a bocsánatáért esedezel. Nekem mindig bejön. Rendben, szívem, rögtön kész vagyok. Várj, nincs ajándékom. Megint tévedtél, Tubás. Tessék. Nézd meg, próbáld ki és játszd el. Tommy, csak rád várunk. Jó, megyek már. Gyertek, fiúk. Rendben, bogaram. Most már bejöhetsz. Ó, Andy. Az első sorban álló hölgynek ajánlom, a csillogó szeműnek. Boldog házassági évfordulót. Rajta, srácok. Most bevallom, szépségem, hogy nagyon szeretlek. Súgd a fülembe szépen, hogy te is engemet. A szerelmed úgy ragyogjon, mint a kék szemed. Hát hadszólítsanak szépségemnek, mert én szeretlek. Hogy bocsánatot kell kérnem az iskolában azért, amit tettem, de előbb kipróbáltam apa trükkjét. Viszlát, büszkeség, jöhet az esedezés. Ginny! Hé, Ginny! Louis, mit keresel te itt? Tudod, hogy mennyi az idő? Igen, meg kell tennem valamit, ami már régen esedékes lett volna. Írtam neked egy számot. Hallgasd meg, kérlek! Ginny, sajnálom, amit tettem, elrontottam a koncertet, elvesztettem a fejemet. Ó, Ginny, ha lehetséges, kérlek, bocsáss meg, bocsánatot kérek. Ginny, sajnálom, túl buzgó voltam. Nem tehetek róla. Féltékeny voltam. Ó, Ginny, ha lehetséges, kérlek, bocsáss meg, bocsánatot kérek. Na, mit szólsz? Louis. Igen. Szeretnék kérni valamit. Ginny, telefon, Sean az. Megmondanád neki, hogy majd holnap visszahívom? Most éppen dolgom van. Mit is akartál kérni? Csak ezt. Játszd újra, Louis. Ginny, sorba állni is. Hajlandó vagyok. Jövőre te leszel. A Valentin napi párom. Anderson három körül.